Aján. Szeretettel köszöntelek benneteket a hatodik alkalommal megrendezett Deák András Asztalkegyes verseny alkalmából. Azért is szeretném megjegyezni a Magyarországon utáni verseny. Így jut a testemben, és a lelked is szívesen a hívben. Szeretném, ha ezen megmondhatom, ezen a mutató versenyen. Deák András egy kiváló családban keresztény volt a politikus, a Rengen Mariánon közösség aktív tagja volt. Halála után elhatároztak Kantő barátommal, hogy ezt a versenyt rendszeresen nem fogjuk rendezni, és most a versenyben az a hatodik alkalom. A versenyhez jó egészséget kívánok nektek és sportszerű játékot. Szeretném köszönteni sorainkban Varga Milány Józsefet, Sortész Miklós állapotával, és Szalma Kutatban a Kádár Építőtől a testi elnökként. Most átadom a hatodik szót. És a Regnum Mariánum Sport Egyesületnek a közös szervezésében valósul meg évről évre. És ennek kapcsán szeretnék köszönetet mondani a KDLP budapesti szervezetének és elnökségének a támogatásért, amelyel az idei versenyt támogatta és támogatja, valamint a Barankovics István Alapítványnak, amely szintén jelentős részt vállal a lebonyolítás hátterében. Természetesen a Regnum Mariánum Sport Egyesület is kiveszi a részét ebből a szempontból. Én azt hiszem, hogy a sport egy nagyon nagy közösségteremtő erő. András barátunk is tudta ezt, szerette a sportot, részt vett és a szervezésben, amelyen ő nagyon sok mindent létrehozott, többek között a Regnum Mariánum Sport Egyesület létrejöttében is szerepet játszott, mindig is figyelembe vette és felhasználta ezt a lehetőséget. Én azt kívánom, hogy a mai nap az amellett, hogy egy szép sportélmény legyen, egy közösségi alkalom is lehet, és kérem, hogy tegyük azzá, mert azt hiszem, hogy így tudunk András emlékének méltó módon adózni. Szeretettel, mint bevezető imádságot, és aki tudja, énekelj és imádkozz a Oltani Uram, s oldom imád.
Televíziót, és majd egy tanmese lesz egyszer az unokáim részére, hogy a világ leghíresebb ringása itt van. Hétszer nyerte meg a legnagyobb versenyt, amit még kerékpáros megnyerhet, és úgy győzött végig, hogy csak hazudott mindenkinek, és lebukott. És most így fog élni élete végéig, így kell a gyerekei szemében nézni, hogy én egy hazug csaló ember voltam. Isten nem ezért teremtett minket játékos, játszást szerető embernek. Isten minket jobban átvilágít, mint a röntgen, mint a CT és a legkülönfélebb orvosi eszközök. Isten a szívünk, a lelkünk mélyen lát minket. Azt akarja, hogy tisztán játszunk, igazul éljünk. Mi szeressük egymást. Mi nem ellenségeket látunk a másikban, hanem játszunk rásad. Mert jó játszik. Uram, add, hogy a mi játékunk ma olyan legyen, hogy örömünk legyen benne, és örömet adjunk egymásnak. Köszönjük Jézusnak, hogy szeret minket, hogy az életét adta életünk. Egy kicsit a játék során mi is az életünket adjuk egymásnak. Köszönöm neked! Bye.
keresztény demokrata körökből is ahhoz szerint vannak közöttünk, de mint hívő emberek vagyunk együtt, játszunk együtt. És az utolsó gondolat, hiszen pingpongozni jöttetek nem azért, hogy túl sok beszédet és éneket hallgassatok, de jó, hogy ez is belefér, kis előkészülve. Az egyik legkedvesebb film számomra a Tűzszekerek című film. Lehet, hogy itt a fiatalabbak fogalma sincs, hogy miről szól, mi volt ez. Nem számít, hogy 10-20-30 évvel születik korábban egy alkotás, de ha mi szívünkhöz szól, egy nagy üzenetet ad számunkra, akkor ez örök értékű. Meg a filmnek egy alaptémája a sport, de nem a sport, hanem az ember és az Isten kapcsolata, az ember és az ember kapcsolata. Két főszereplője van, az egyik egy zsidó fiatalember, aki egy nagyon tehetséges, csodálatos sportoló képességekkel rendelkezik, és aki sokszor megalázna. Egyébként egy kiváló családból jön, ahol pontos a rang és az előkerülő helyezés az életben. Azt mondja, hogy én megmutatom akkor is, bármi lesz is, de én győzni fogok, mert győzni akarok. És mindent rátesz, feláldoz az életében, ezért hogy győzzem. Másik egy protestáns lelkész fiatalember, aki azt mondja, hogy feleségének is nehéz beadni ezt a dolgot, hogy miért fut, azt mondja, hogy Isten nekem szélvészgyors lábakat adott. És én azért futok, hogy győzzek és ezáltal megdicsőítsem őt. Hogy köszönetet mondjak érte, mert vissza akarom adni neki azt, amit tőle kaptam. A két ember mind a kettő olimpiai bajnok lesz, másképp és máshogyan. Az egyik mindent feláldoz érte, szembe megy a világgal, a másik pedig szembe megy a világgal, azt mondja, hogy mivel vasárnapra esik az olimpiai előfutam, azért azt mondja, nem indulhat. Mindennek elmondják, politikai, állami vezető, politikai tanulók, mert mit képzel ez a taknyos, hogy képzeli, hogy azt mondja, nem, előtt feladod Istennek az ígéretlennel, hogy ő az Úr napja. Nekünk talán katolikus, a mai katolikus, amit is szokatlan, hogy vasárnapra rendesen focizunk, sportolunk, sok mindent csinálunk. De akkor az ő korában, ez a 20-as években, ez egy mély vállalás volt, így nevelték a gyermeket. Ma az Úr napja van, ma az Úr napja. És lemond arról, hogy induljon, de végül is egy sportársa visszaad egy lehetőséget neki, és bajnok leszünk is. De akkora tanúságot tesz ezáltal, hogy képes vagyok lemondani a győzelemről, a hatalomról, a dicsőségről, mert Isten fontosabb számára. Oda megy egy amerikai ellenfele a verseny előtt, amikor aztán indul, és a kezén van egy cédulát. És ez még elolvassa, a fiatal ember, a protestáns fiatal, és az van belé, hogy aki megvallott engem az emberek előtt, azt én is megvallom, Atyám. Hát csak így érdemes versenyezni, csak így érdemes küzdeni az élet minden területén, hogy Istennek tartozom felelősséggel, és aztán az embertársak. Nem magammal, mert egyféle érték van a világban. És csalással, hazugsággal, jellemtelenséggel, becstelenséggel nem érdemes semmit sem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kívánok neked nagyon szép napot, és fogadjátok a befejező dalt. Vannak az évek, az én éveim is. De egy fontos, hogy Isten országa épül köszönöm. Mint élőkövek épülünk Isten templomában. Most ebben a sportcsarnokban itt kívánok nektek nagyon szép napot. Jó versenyt, sok örömet. Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, s egy boldogok világra álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, s egy boldogok.
Szép volt, Erika. Thank you.
jégkoltára. Hajrá! Szép volt Bálint, bravo! Figyelem, fénykép! Mosolyatok! Én már összeestem. Ez a férfi, ez a profil. Csatornak a gépe. Gratulok! Fiúknál a női páros versenyszám vagy harmadik helyzet. Zajmos Eszter, Zajmos Tímea. Fénykép. Hát gratulálok. Az utánpótlás. Első helyen győztes Haros Élet, Tomori Éva. Megint! Thank you.
egyes páros versenyzőt.